Mint azt láthatjátok, tele vagyok virslivel. A mai nap attól különleges, hogy ezt a rengeteg virslit elviszem egy gyerekfilm bemutatóra, ami egy moziban lesz. És ebből készítek olyan falatkákat, amiket a film előtt meg is tudok velük kóstoltatni. Csak hogy érzékeltessem velük, hogy milyen az igazi virsli. De egyébként tényleg milyen is az igazi virsli? Hát vegyük szemügyre, mert ugye a virslit rengeteg helyen, rengeteg csomagolásban lehet kapni. Ez a virsli. Virsli. Már csak azért is, mert rá van írva, hogy 80% hústartalom. Szójamentes, laktózmentes, tejfehérjementes. Érdemes megnézni a csomagolást és tüzetesen végigmenni azon, hogy mit tartalmaz eme húskészítmény. Nézzük csak ezt a virslit. Lehet látni, hogy elvágom, szépen pattanós. Hogyan kerül a virsli a tésztába? Nos, meghámozni, letisztítani nem kell, hiszen bért nem tartalmaz, nincsen rajta. Szórunk egy kis lisztet, és már is jöhet a tészta kiderítása. Ez egy egyszerű vajas tészta, ami nem tartalmaz más, mint egy kis vajat, illetve egy kis lisztet. Bevallom, nem én készítettem, ezt így vásároltam. Viszont sietnem kell, mert közel 300-an lesznek ezen a film bemutatón, úgyhogy sütetek egy jó pár falatkát, ahhoz mindenki meg tudja kóstolni. Formázzuk meg. Körülbelül 2-3 mm vastagságúra nyújtsuk ki a tésztát, és ha ez megtörtént, akkor vágjunk 3 cm széles, hosszú csíkokat. Ha 2 cm lesz, az sem lesz baj. Jó? Nincs. Természetesen, ha olyan konyhapultotok van, hogy nem bírja a kést, akkor ne azon vágjatok. Jó? Kenjük meg a tészta tetét tojás sárgájával. Nincs. És miután meg van kenve, egyszerűen föl lehet göngyölni. Gondoljuk csak bele, a mai világban nem csak főzni és táplálkozni kell tudatosan, de már vásárolni is. Ez ugyanis az egészség alapja. És hát a jövő is ez lesz. Fölülről érdemes még egy picit megkenni a tojások sárgájával, és egyből a forró, közel 220-230 fokos sütőbe tenni. Azért kell ez a magas és intenzív hőmérséklet, mert ez a típusú tészta nagyon hamar és gyorsan megpirul, hamar fölfújódik, és a virslinek sem kell sok idő, hogy ebben a forró levegőben megsüljön, illetve hogy átmelegedjen. Akit szeretné cifrázni, ugye a tojások tetejére még tehet akár reszelt sajtot, köményt, vagy éppen daráldiót, vagy mogyorót, vagy mandulát is. Jó, akkor jöjjön a sütő. Hú, mennyi baba új! Elkészült, elkészültek a virslik. Ó, hát ez tényleg... Na, ebből is látszik az, hogy egyébként minőségi árúval van dolgunk, mert ilyenkor, ilyen hőhatása a legtöbb virsli paf, eldurran. Adok hozzá valami kis mártogatót, én most ilyen pillanatban ugye a mustárra gondoltam, szándékosan nem ketchup. Ja, ez a falatka egyébként nagyon jó vendégvárás céljából gyerekeknek, zsúrokra, születésnapokra, névnapokra is. Sietek, hogy ki ne hűljön, útközben pedig megkóstolom én is.